Az elmúlt időszakban a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre technikum és kollégium diákjai több versenyen is jeleskedtek. Volt, aki a kilizsi közelharckupán ért el kiemelkedő eredményeket. Országos volt, voltunk körülbelül 300-an, a judón 150-en. Alexa kor és súly csoportjában harmadik helyezést ért el a versenyen. Nemrégiben tanár úr, judó edzéseket tartott, így minden hétfőn és szerdán, aztán kedvem támadt menni, kipróbálom magam, és hát be is jött. Jövőre is szeretnék menni, kicsit többet gyakorolni, hát ha jobb lesz most. Azt mondták nekem, hogy hogyha egyetemre felvételizek, akkor ez így benne lesz, és hogy több pont, és így, igazából így ezért. Ami azért is fontos, mert Alex majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szeretné a felsőoktatási tanulmányait elvégezni. Nem csak a küzdősportokban érnek el jó eredményeket a fiatalok, a labdajátékokban sem maradnak alul. Mi csapatversenyben indultunk el, ez a futszál diák olimpia. Először ugye ennek volt egy városi része, mi a Bonyhádi területén voltunk, ott uraltuk a mezőnyt igazából, minden meccset megnyerő jutottunk tovább a megyei döntőre. A megyei döntőn szintén hasonló eredményekkel kapott, gól nélkül nyertük meg. Így jutottunk tovább az országos elődöntőre. Ezt Dunaújvárosban rendezték meg, itt viszont sajnos sérülések és betegségek miatt csökkent a létszám, így sajnos rosszabb esélyekkel indultunk el, és ezen kívül még több részről is balszerencsések voltunk sajnos, úgyhogy itt másodikak lettünk, így viszont nem tudtunk kijutni az országos döntőre, viszont lesz egy lehetőségünk, hogy ezt kijavítsuk, hiszen most lesz egy kispályás, műfős bajnokság, ami szintén azt hiszem Szekszárdról fog indulni, és ugyanezzel a csapattal, majdnem teljesen ugyanezzel a csapattal fogunk tudni majd elindulni. A legutóbb kézilabda versenyen voltunk, országos megyei Eloszton, és kijutottunk az országos döntőre, amit Pécsen fognak márciusban rendezni. Előtte röplabdán voltunk, Tolnán, megyei Eloszton, ott is bejutottunk, másodikak lettünk. Azelőtt meg floorballon voltunk, ott meg az országos elődöntőig mentünk, amit Fonyódon rendeztek. Az iskola egyik testnevelő tanára szerint fontos, hogy a tanulóknak legyen lehetőségük különböző versenyeken indulni. Öten vagyunk itt testi tanárok a suliban, évelején leosztjuk egymás között, hogy ki melyik sportágat szeretné vinni, és ezt szerint versenyeztetjük a gyerekeket. Úgy gondolom, idén azért egész jó eredményeket értünk el a suliba, mind több sportágban is, röplabda, kosárlabda, kézilabdában, futszában, és ugye még tavasszal azért az atlétikában, kispályás labdarúgásban, akár a fiúk, akár a lányoknak még kiemelkedő eredményei fognak születni, legalábbis mi ebbe bízunk. Ugye a futszál csapatunk igen, idén azért elég kiemelkedő volt, ugye nagy szívfájdalommal, hát most így utólag azt mondjuk, hogy ez egy szép eredmény, de nagyon szerettünk volna az országos döntőbe kijutni, ez sajnos egy pesti csapatnak sikerült, igazából minden eredménybe kivéve az egymás ellenében, ami döntött abba, hát ugye kikaptunk tőlük egy góllal, így a második helyen végeztünk. Úgy gondolom, hogy az iskolának ez nagyon szép eredmény, viszont mi a fiúkkal úgy indultunk el, hogy nagyon szeretnénk az országos döntőbe. Most majd tavasszal lesz a kispályás labdarúgás, ahol talán tudjuk ezt építeni, ami úgy gondolom nem rossz eredmény így se. Tegnap voltunk az iskolában az amatőr kézilabda fiú csapattal a megyei döntőn, ott viszont szép eredményt értünk el, első helyezést, amivel már a csapat kijutott a március végén megrendezésre kerülő pécsi országos döntőbe, úgyhogy nagyon azon vagyunk, hogy itt szeretnénk egy szép eredményt elérni az iskolának. Nagyon-nagyon sok tanuló jár ebbe az iskolába, ugye, azért van úgymond merítési lehetőségünk, és úgy gondolom, hogy ha valaki esetleg a tanulásban nem tud úgy teljesíteni, az a sportban meg lehet tud, ami talán arra ösztönzi, hogy igenis jó ide járni, mert van olyan dolog, amiben sikert él el. Akik gondolkodnak ugye tovább tanulásba, őnekik ez beleszámít a pontokba, tehát hogy ezért is fontos. A sport mellett természetesen tanulmányi versenyeken is indultak az iskola diákjai. Egy hegesztői verseny írásbelit kellett csinálni, ahol különböző kérdések voltak az eljárásokról, pozíciókról, meg ilyen általános hegesztői dolgokról. 4. helyezett lettem így
összességében, és így indultak az országos döntőben. Az osztályfőnök megkeresett, hogy indulhatnánk ezen a versenyen, mert megkaphatnánk a felmentést az írásbeli alól. És ha most sikerül fent festeni, akkor megvan a szakmai része is, és akkor megkaptam a szakmai papíromat.